Sajtódíjat kapott a rádiós adventi sajtószalon az egyetemen. Művészet misztikum mind-mind apokok, Vazarelli rajzpályázat eredményhirdetés. Torna bemutató az Illésben. Ez volt a Sport legyen tiéd utolsó állomása. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják december 16-án, pénteken. Tartsanak velünk! Évzáró adventi sajtószalon keretében adták át a Pécsi Felsőoktatásért sajtódíjat. A Pécsi Tudományegyetem szenátusa 2000 óta minden esztendőben odaítéli a Pécsi Felsőoktatásért sajtódíjat, mellyel elismeri egy-egy média munkatárs szakértelmét, lelkiismeretes munkáját, mellyel hozzájárult az intézmény hírnevének öregbítéséhez. Az idén Palotai Tamás, a Rádió 1 szerkesztő műsorvezetője kapta az elismerést. Köszöntöm a kedves kollégákat az idei adventi sajtószalonon. A sajtószalon vendégei éppen az Universitas Televízió videós összefoglalóját nézik az év kiemelkedő eseményeiről, híreiről. Az adventi sajtószalont 16. éve rendezik meg. Ez a lehetőség nyílik a sajtó munkatársainak az egyetem vezetésével kicsit kötetlenebb hangulatban, közvetlenebb hangnemben beszélgetni. Bódis József, az intézmény rektora, sikeresnek értékelte az idei esztendőt, hiszen gyógyszerésztudományi kar, onkoterápiás intézet jött létre. Az intézmény kiérdemelte azt, a Portász díjat, ami a külföldről érkezett hallgatók értékelését, elégedettségét tükrözi. Hogy mindaz, ami az egyetemen történik, az arról fontos, hogy tudjanak az emberek, akik a városban élnek, vagy az a közösség, ami a magyar felsőoktatási közösség. Tehát mindaz, ami itt történik, a sajtó közvetíti az egyetemen kívüli szférába. Ezért borzasztóan fontosnak tartjuk azt, hogy egyrészt egy ilyen filmösszállítás legyen az év kiemelkedő eseményeiről. Én elmondhatom a gondolatokat, ami az évvel kapcsolatosak voltak, illetve a jövő évi fő elképzeléseinket. Tehát azt gondolom, hogy egy ekkora intézmény nem teheti meg azt, hogy ne álljon oda a közvélemény elé, és a közvélemény elé állás legjobb eszköze maga a sajtó. Az adventi sajtószalonon hirdették ki az idei Pécsi Felsőoktatásért sajtódíjat, amelyet a PTS szenátusának döntése értelmében Palotai Tamás vehetett át. Az indoklás szerint közvetlen stílusával, felkészültségével a PTS-hez méltó módon tudja közvetíteni az egyetem értékeit. Fantasztikus érzés. Nagyon meglepődtem, amikor felhívtak ezzel, hogy én lettem a díjazott. Hát egészen elképesztő érzés, de ahogy a beszédemben is elmondtam, ugye ez egy felelősséggel is jár innentől kezdve, hiszen a jövőben úgy fogunk dolgozni kollégáimmal együtt, hogy minden nap rászolgáljunk erre a címre. 2017-ben ünneplik a Pécsi Egyetem alapítás 650. évfordulóját. Az egyetem szeretne egy olyan tartalmas ünnepségsorozatot megvalósítani, amely méltó módon tiszteleg elődeink előtt és azon döntés előtt, amely szerint szeptember első napját 2017-től a Magyar Felsőoktatás napjává, a Pécsi Egyetem alapítás emléknapjává nyilvánította az országgyűlés. A szokásosnál korábban jelent meg az influenza vírus Magyarországon. Molnár Zsuzsanna, az Országos Epidemiológiai Központ főorvosa egy rádióinterjúban elmondta, december 8-a és 15-e között több mint 8000 ember fordult orvoshoz influenza-szerű megbetegedésekkel, 3 betegnél azonosították a vírust. A szakember szólt arról is, hogy néhány európai országban is megerősödött a vírus aktivitása. Hozzátette, az ünnepek alatt kicsit csökken, majd januárban jelentősen emelkedhet az influenza-szerű megbetegedések száma. Vazarelli emlékév kapcsán számos programmal emlékezik Pécs a 20. századi egyetemes képzőművészet iskolateremtő mesterére. Ennek jegyében Viktor Vazarelli születésének 110. évfordulója tiszteletére rajzpályázatot hirdetett a város a Janus Pannonius Múzeummal közösen. A Művészet Misztikum mind-mind ablakok című rajzpályázat Vazarelli pályájával, életművével, az op-art művészettel kapcsolatos témakör
kört feldolgozásának lehetőségét adta. Felső tagozatos diákok, középfokú intézményben tanulók és egyetemi hallgatók kategóriában lehetett pályázni. A beérkezett munkákat az önkormányzat az általa felkért szakértők véleménye alapján bírálta el. Az eredményhirdetés csütörtökön délután a mesterről elnevezett múzeumban volt. Azért jó, hogy ez így megtörténik, mert a fiatalok is közel tudnak kerülni hazaveléhez, és az ő fiatalos látás múzeumon keresztül bemutatják azt, hogy nekik miért fontos hazavelé, mert ez is egy fontos szempont, a mai fiataloknak miért fontos hazavelé, és hogyan reflektálnak ők hazavelé munkásságára. Amiket ők alkottak, egy terem arra, hogy meg lehet tekinteni, tehát mindenkit buzdítanánk, hogy az 52 pályamunkát, amiket beérkezett, befutott, akkor egy elarrébb meg lehet tekinteni, tegyék meg, mert érdemes, nagyon szép kiállított anyagok vannak köztük. Úgyhogy én szeretnék mindenkinek köszönet mondani annak kapcsán, hogy ebben az ügyben részt vett, pályázott, szép munkákkal vannak jelen, és biztatnék mindenkit, hogy ebből erőt merít rá. Kicsit értelmezzük újra, és értelmezzük a mai világ értékén keresztül Viktor Hazarinak a munkásságát. Vendégünk a stúdióban Halász Kinga, a Zsolnai Örökség kezelő NKFT kommunikációs munkatársa. Jó napot kívánok! Ez az a cég, ugyebár aki szervezi a városi programokat, akár a Zsolnai negyedről, akár a Kodály központról, de akár a Széchenyi térről, az adventi vásárról legyen szó. Mivel várják a látogatókat, pécsieket, érdeklődőket most? Így van, köszöntök mindenkit. Ugye közeledünk advent utolsó vasárnapjához, ezért már ezen a hétvégén is sok adventi programmal várunk mindenkit. A Széchenyi téren koncertek, mesemondás, kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket. Tovább folytatódik a Rotary advent, illetve az állatsimogató, és egy különlegesebbet emelnék ki, ez a kis karácsonyi műhely a Cella Szeptichóra látogatóközpontban, ahol az ókeresztény szimbólumok, a bibliai környezet esetleg meg is ihleti az arra járókat. Ez egy kicsit messzebb van, mint a város főtere, de azért érdemes oda is ellátogatni, ugye? Így van, hiszen ugye az adventhez kapcsolódóan főleg a Széchenyi téren zajlanak programok, de ugyanúgy a Székesegyházban, Domkőtárban is lesznek koncertek, sőt még a Zsolnai negyedben is lesz egy harangjátékos kis előadás és foglalkozás. Ez most csak a hétvégére vonatkozik, ez az ajánló, vagy ez tovább fog folytatódni, még a következő héten is? Így van, folytatódik. Ugye hétvégén lesznek a gyakori programok, de azért jövő héten is még zajlanak majd a foglalkozások, elsősorban a Széchenyi téren, de a város több pontján is. És ugye ez már átvezet minket december 21-ére a jövő hét, ami egy különleges nap, hiszen a téli napforduló napja. Ez egy legenda is párosul a Zsolnai mauzóleumban. Ezen a napon a legenda szerint feltárul az Eozin titka. Amilyen ebből mindenképpen tény az az, hogy a Zsolnai mauzóleum ablak a déli tájolású, a célkeresztszerű elosztása és maga az ablak szerkesztése valóban lehetővé teszi, hogy 21-én olyan 11 óra magasságában a fény úgy esik be a mauzóleumba, hogy megvilágítja az oltárt. És erről az Eozin oltárról ugye a fény még inkább szétszóródik, hatalmas ragyogást és fényjátékot eredményez, sőt bizonyos elméletek szerint a fény visszaverődik egészen le a szarkofágra, a kegyeleti szintre, ugye ahol Zsolnai Vilmos szarkofágja található. És mivel ez a nap az évben a legsötétebb, legrövidebb nap, ezért mi pótoljuk egy picit a fényt, a Széchenyi téren egy nagyon látványos meglepetéssel készülünk, délután 5 órakor érdemes a Széchenyi térre látogatni, tehát 21-én, és a fényképezőgépét senki ne hagyja otthon. Szóval akkor igazi látványosság lesz ezen a csillagászati eseményen, illetve hát ahhoz kötődően. Ezen kívül mivel várják még a látogatókat, pécsieket, hiszen azért a két ünnep között is lesznek programok, és hát azokat is önök szervezik. Így van, a két ünnep között a Zsolnai negyed nagy részt nyitva van, ugyanis a kiállítások azért ilyenkor is vonzák a látogatókat. Amit ki szeretnék emelni, az az, hogy 24-25-én vagyunk zárva, amúgy a legtöbb látnivalónk a többi napon az nyitva tart, és a Planetáriumban decemberben egy különleges előadással is készülünk, ez a Betlehemi csillag nyomában című bemutató, ami ugye azt a felvetést járja körül, miszerint a napkeresztény
keleti bölcseknek egy égi jelenség, egy csillag mutatta meg Jézus születésének helyét Betlehemben. A csillagászok és a teológusok elég sokat foglalkoztak ezzel a témakörrel, és ezen a planetárium mély bemutatón nem csak megidézzük az ókori eget, hanem körbejárjuk, hogy mi ennek a valóság alapja. És ha már a természettudományoknál tartunk, a varázsóra látványos fizikai kísérletei is nagyon gyakran lesznek láthatóak a téli szünetben, úgyhogy a gyerekek, családok, akik ilyenkor kimozdulnának és egy picit játszva tanulnának, nekik nagyon ajánljuk a varázsórát is. Közeledik utána az év utolsó napja. A két ünnep közötti tanuláson, kis pihenésen túl jöhet megint a buli, méghozzá a város főterén megint. Így van, hiszen közeledünk a szilveszterhez. Szerintem ez minden pécsi életében egy maradandó pont. Idén egy helyi zenekar, a The Minds lesz az előzenekar, a főzenekar pedig a Flip Flop and the Flyers, és a buli hangulatról pedig DJ Ata fog gondoskodni. Persze éjfélkor a szokásos tűzijáték sem maradhat el. Mikor várják szilveszterkor a vendégeket? Tehát mikor kezdődik maga a program? Este 9-től már DJ Ata talpalávalót ad, és egészen éjfélig persze folyamatosan váltják egymást az előadók a színpadon. Nem említettünk meg még egy koncertet, illetve kettőt, ami nem a téren lesz, hanem hol? Így van, december 27-én a Zsolnai negyed E78-ba érkezik Kamarás Iván, akit ugye elsősorban színészként ismerünk, de itt énekelni fog. Frank Sinatra és kortársai által ihletett koncertet fog adni, ráadásul nem is egyedül, hanem Nagy Ádámmal, akit a Roy és Ádám zenekarból ismerhetünk, illetve Amerikából érkezik egy vendégművész, Nina Josephs, aki a tengeren túl a swing berkekben nagyon ismert, úgyhogy ők fogják a 30-as, 40-es, 50-es évek hangulat tehát felidézni a Zsolnai negyedben. A Kodály Központban pedig egy már-már hagyományosnak mondható koncertet fog adni a Kis Csillag. Ez az ő ünnepi akusztikus koncertjük, ahol egy picikét áthangszerelik a szokásos Kis Csillag számokat, és inkább akusztikusabb, ünnepibb hangnemben szólalnak meg ezek. Ez pedig 29-én a Kodály Központban. Akkor az év utolsó napjai sem maradnak igazán élvezetes, színes programok nélkül, kultúra, tudomány, lesz itt minden, és hát ünnepek, akár közös ünneplés és a Széchenyi téren, és ez a Zsolnai Örökségkezelő nyújt segítséget a pécsieknek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk volt, és hogy elmondta, mi mindennel készülnek. Köszönöm szépen! Nem kapcsolja ki az áramot és nem zárja el a gázt az E.ON az ünnepek alatt azoknál a háztartásoknál, ahol nem fizették be a számlákat, írja a bama.hu. Ezzel a tartós számlafizetési gonddal küzdő családokon segít a szolgáltató, hogy a karácsony és szilveszter közötti időszakot könnyebben vészeljék át. A jogszabályok alapján azoknál a felhasználóknál, akik többszöri felszólítás ellenére sem rendezik díjhátralékukat, korlátozhatják vagy kikapcsolhatják a szolgáltatásokat. Ettől azonban január közepéig eltekint az energiaszolgáltató. Az Éjes Gyula általános iskolában a tanulók 80%-a sportol. A Magyar Torna Szövetség a pécsi intézményt választotta ki a Sport legyen a tiéd programra ebben a sportágban. Ez volt az utolsó állomása a bemutatóval egybekötött sport roadshow-nak. A Sport legyen a tiéd országos program 13 sportág közreműködésével, a Magyar Diák Sport Szövetség koordinálásával valósul meg. 20 országos rendezvényen mutatkoztak be a sportágak, és országszerte 200 iskolába látogattak el az intézmények közelében lévő sportegyesületek képviselői, és bemutatót tartottak. A kiválasztott intézmények sportági eszközcsomagokat is kaptak. A Magyar Torna Szövetség a pécsi Éjes Gyula általános iskolát választotta ki a Sport legyen a tiéd programra ebben a sportágban. Az intézményben rendkívül fontos szerepet játszik a sport. Nagyon fontosnak tartjuk, és nem csak azért, mert hogy a minden
hónapos testnevelés működik, hanem szeretnénk, hogy a gyerekeink minél több sportot kipróbáljanak. A torna egyelőre még nem volt repertoárban, de most, hogy eszközöket is kaptunk, mi szeretnénk, hogy az is beépüljön a mindennapi testnevelésbe is. Tavaly július elején jelentették be, hogy mintegy 120 millió forintos beruházás keretében szertorna termet alakítanak ki Pécsett. Ezt a termet a tornászok hamarosan birtokba vehetik. A sportolók sikeres 2016-os évet zártak, és a szakemberek bíznak abban, hogy az infrastruktúrális fejlesztés az eredményekben is meglátszik majd. A korábbi Pécsi Torna Egyesület csoportjai és edzői tavaly augusztus 1-e óta a PSN ZRT-t erősítik. Az egyik alapsportágnak tekinthető, kiskortól már el lehet kezdeni. A PSN ZRT-n is közel 200 gyerek tornázik Pécsen. Én testnevelőként is azt gondolom, hogy tényleg egy olyan alapsportág, ami a későbbiekben egy nagyon jó megalapozott fizikumot adhat. Úgyhogy ha valaki nem is a tornával megy végig, azt gondolom a mozgáskoordináció, a rugalmasság nagyon sok sportágban alkalmassá teszi őt arra, hogy sportoljon vagy versenyezzen. Az I.S. Gyula Általános Iskola közel 350 ezer forint értékben kapott a tornasportág oktatását segítő felszerelést a Sport legyen a tied országos program keretében. 9 kategóriában szavazhatnak a sportújságírók az év sportolója gála 2016 leendő díjazottjaira. A jelöltek között van Kenderesi Tamás, Konkoly Zsófia és Dárdai Pál is. A Magyar Sportújságírók Szövetsége pénteki közleménye szerint idén férfi és női sportoló, csapat, edző, labdarúgó, valamint a fogyatékos sportban női és férfi sportoló, csapat és edző kategóriában hirdetnek győztest. A szavazólapot a szövetség tagjai legkésőbb december 31-én 24 óráig tölthetik ki. 1984-ben Olaszországból indult a Vivi Citta, éljen a város mozgalom. Az első 2 év sikere után nem csak Budapest, hanem 30 olasz város mellett több európai nagyváros és hazai városok, köztük Pécs is bekapcsolódott a sorozatba. Már a futók körében világszerte ismert és elismert esemény a Vivi Citta, ahol a gyakorlott futók mellett minden mozogni vágyó megtalálja neki való távot és együtt ünnepelheti a tavaszt, a mozgást, a várost több ezer társával. A 2017-es eseményre már lehet nevezni a verseny honlapján és a PSN ZRT oldalán. A futóverseny 2017. május 14-én lesz. A rajt és cél a Széchenyi téren 11 órakor. A táv 3,2 km. Híradónk végén főbb témáink még egyszer röviden. Sajtódíjat kapott a rádiós adventi sajtószalon az egyetemen. Művészet, misztikum, mind-mind apokok, Vazarelli rajzpályázat eredményhirdetés. Torna bemutató az Ilyésben. Ez volt a Sport legyen tiéd utolsó állomása. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!